Friss évkezdetet, borongásmentes téli napokat kívánunk! A Memória Café január 10-i előadása is segíthet, hogy elkerüljük a téli depressziót. A közösséghez tartozás fontos megtartó erőt, örömforrást jelent. Január 21-én újra nyit a táncház. Lendüljenek lábak, karok, tűnjenek a gondok, bajok. A Kertbarátok 26-án nem csak újévi fogadalomként beszélgetnek a talaj és a gazdálkodási szokások megújításáról. Francia Rita és Molnár Zoltán évek óta próbálnak földanyával egyetértésre jutni. A találkozón erről a kommunikációról számolnak be. 24-én a Könyvtárolvasók klubjában akár a karácsonyra kapott könyvekről, a legfrissebb olvasmányélményekről is beszélgethetünk. A Társasjáték klubban 13-án pénteken találkozhatunk. Az időpont azt mutatja, Berec András nem babonás. Mit előad hallomás, látomás, meséi, dalai, a honkereső szerelmes ember történetei. 13-án pénteken a Magyar Kultúra Napi programok keretében találkozhatunk vele a Faluházban. 22-én a Magyar Kultúra Napját a Budapesti Fesztivál Zenekar tagjaiból alakult Barka Róla Kvartettel ünnepelhetjük. 20-án a Chaplin Klubban Frank játszik, ezúttal is lélekből, abszolút szabadon. Bíró Eszter a kicsiket hívja farsangi mulatságba. A 15-i családi koncerten a Betűk és az Idő birodalmában kalandozhatunk. 6-án a könyvtárban folytathatnak izgalmas nyomozást a gyerekek. Reméljük fény derül a rejtélyre, hová tűnt a hóember kalapja. Kelemen Eszter akvareljei a művészet hívásáról és meg rátalálásról vallanak. A kiállítás 17-én nyílik. A Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi 200 című vándorkiállítását 20-ától láthatjuk a Művelődési Központban. Világ végre! 24-i stand-up estjén a járvány utóhatása és rossz kedv ellen Kis Ádám adja be a nevetés vakcinát. Hatása garantált, mellékhatásként hastályi izomláz várható. Szemezgetőnkbe ennyi fért. Reméljük, mindenki talál kedvére való programot januárban is.